Dobrý večer, milí diváci! Vítam vás pri obrazovkách! Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a képernyők előtt! Dňa 10. novembra sa konalo 13. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Program bol nasledovný. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, interpelácia poslancov, správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov podľa pravidiel rozpočtového hospodárenia za 3. štvrť rok 2015, návrh nájomnej zmluvy, schválenie kúpnej zmluvy, návrh udelenia cien kultúrna komisia, žiadosť o sociálny byt, informácia o zriadení IOMO, diskusia a záver. November 10-én tartotta a helyi önkormányzat 13. rendesülését, melynek menete a következő volt. Megnyitó, határozatok ellenőrzése, a képviselők interpellációi, beszámoló a bevételek és kiadások teljesítésének ellenőrzéséről a 2015-ös év harmadik negyedévéhez, bérleti szerződésjavaslat, adásvételi szerződés jóváhagyása, díjak kiosztásának javaslata, kulturális bizottság, kérvény szociális lakásra, információ az IOMO létrehozásáról, vita és zárszó. Starosta obce István Domín zahájil zasadnutie a konštatoval, že počet poslancov je 9, to je zastupiteľstvo je uznášania schopné. Az ülést falunk polgármestere Domin István nyitotta meg, aki konstatálta, hogy a jelenlévő képviselők száma 9, tehát az önkormányzat határozat képes. V rámci interpelácie poslancov poslankyňa Bulajčíková upozornila na poškodený plot cintorína zo strany základnej školy. A képviselők interpellációinak keretén belül Bulajcsik képviselőnő a temető iskola felőli kerítésének megrongálására hívta fel a figyelmet. Hlavná kontrolórka obce Marta Szoboszlajová predložila správu o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov podľa pravidiel rozpočtového hospodárenia za 3. štvrť rok 2015. V závere správy je konštatované, že finančné prostriedky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom. A község főellenőre Szoboszlai Márta benyújtotta a 2015-ös év harmadik negyedévében teljesített bevételek és kiadásokról készített beszámolóját a költségvetési gazdálkodás szabályai szerint. A beszámoló konstatálja, hogy a pénzeszközök a jóváhagyott költségvetéssel összhangban voltak merítve. Na základe poverenia obecného zastupiteľstva kultúrna komisia predložila návrh na udelenie ceny obce pro komune a návrh na udelenie ceny starostu obce. Ceny budú odovzdané na slávnostnej schôdzi obecného zastupiteľstva za prítomnosti zástupcov spoločenských organizácií a rodinných príslušníkov ocenených. Az önkormányzat megbízásából a kulturális bizottság benyújtotta javaslatát a prokommune községi díj és a polgármesteri díj odaítélésére. A díjakat ünnepi önkormányzati ülésen adják majd át a díjazottaknak, a társadalmi szervezetek képviselői és a családtagok jelenlétében. Starosta obce na základe listu Radka Kuruca, štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky o projekte integrovaných obslužných miest, ktorého cieľom je priblížiť občanov služby štátu a pohodlne vybaviť úradné záležitosti. Postupne budú vznikať pod značkou IOMO miesta kontaktu občana so štátom na pracoviskách Slovenskej pošty, klinických centrách Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a v mestách a obciach s matričným úradom. Pri realizácii projektu žiadajú od obce súčinnosť, keďže ide o prínos ako pre obec, tak aj pre občana. Falunk polgármestere a szlovák pénzügyminisztérium államtitkárának Radek Kurucnak levelét tolmácsolta, mely az integrált kiszolgálóhelyek tervezetéről szólt, melynek célja közelebb hozni a polgárokhoz az állami szolgáltatásokat és kényelmesebbé tenni a hivatalos ügyeket. Fokozatosan lesznek kialakítva az IOMO jelzésekkel ellátott helyek a szlovák posta épületében és a belügyminisztérium ügyfélközpontjaiban, valamint a városok és falvak anyakönyvi hivatalaiban.
A tervezet megvalósításánál kérik a községek együttműködését, mivel ez hasznos úgy a községnek, mint a polgároknak. Prevádzkovateľ káblovej televízie Konfernet oznamuje obyvateľom, že v rámci káblovej televízie je dostupný aj vysokorýchlostný neobmedzený internet. Laicky povedané, cez jeden kábel máte k dispozícii aj televíziu, aj internet. Internet je poskytovaný cez novo zrekonštruované opticko-metalické káble a obyvateľom prináša najrýchlejšie a najvýhodnejšie pripojenie na internet v obci Iža s mesačným poplatkom od 6,59 eur a pre náročnejších a s rýchlosťou 30 megabit za sekundu. Nepremeškajte príležitosť výhodného zriadenia. Pre tých, ktorí si zmienia svoje pripojenie a prejdú k nám, dostanú prvé 2 mesiace zdarma. Neváhajte a prejdite na káblový optický internet aj vy. Už nielen deviataci, ale aj žiaci 5. ročníka sa museli podrobiť 25. novembra skúške celoslovenského testovania piatakov. Már nem csak a 9-eseknek, hanem az 5. osztályos tanulóknak is vizsgázniuk kellett november 25-én az 5-esek összlovákiai tesztelése során. Prísne uzavreté obálky s testovacími hárkami otvorili pred komisiou v riaditeľni, kde sa zúčastnili riaditeľka školy, koordinátor, predsednička školskej rady a určený dozor. A szigorúan lezárt tesztlapokat kisbizottság előtt az iskola igazgatónőjének irodájában nyitották fel, melyen részt vett az igazgatónő, a koordinátor, az iskola tanács elnöknője és a kijelölt tanfelügyelő. Kontrolované testovacie hárky odniesli do triedy. Riaditeľka školy Adriana Bošetti pozdravila žiakov a zapriala im veľa úspechov. Ezután az átellenőrzött tesztlapokat bevitték az osztályba. Az iskola igazgatónője Bošetti Adrianna üdvözölte a diákokat és sok sikert kívánt nekik. Následne koordinátor Bence Farkas vysvetlil žiakom pravidlá vyplňania testovacích hárkov. Žiaci testovali z maďarského jazyka a literatúry a z matematiky. Na každú úlohu dostali po jednej hodine. Farkas Bence koordinátor elmagyarázta a gyerekeknek a tesztlapok kitöltésének szabályait. A gyerekek magyar nyelvből és irodalomból, illetve matematikából voltak megmérettetve, melyre egy-egy órát kaptak. Cieľom testu bolo vyhodnotiť vedomosti a zručnosti piatakov na začiatku vzdelávacieho stupňa ISC-2, čo znamená zaradenie do medzinárodného štandardného členenia vzdelávania. Výsledky testu slúžia učiteľom ako vstupné informácie pre zlepšenie vzdelávania žiakov a skvalitnenia vyučovania. A teszt célja felmérni az 5-es tanulók tudását és ügyességét az ISC-2 műveltségi fokozat kezdetén, mely a műveltségi szint nemzetközi besorolását jelenti. A felmérés eredményei elsődleges információként szolgálnak majd a tanítóknak és a diákok műveltségének és a tanítás minőségének javítására. Miestna organizácia Slovenského Červeného kríža organizovala vo vestibule obecného domu dobrovoľné darovanie krvi.
A Szlovák Vöröskereszt helyi szervezete november 25-én szervezett véradást a Kultúrház előcsarnokában. Pracovníci Komárňanskej transfúznej stanice čakali už ráno od polu 8 darcov, ktorí sa po vyplnení dotazníka podrobili meraniu hemoglobínu a krvného tlaku. A komáromi transfúziós állomás alkalmazottai már reggel 7:30-tól fogadták az önkéntes véradókat, akik a kérdőív kitöltése után hemoglobin és vérnyomás mérésen estek át. Tento deň prišlo 19 darcov, aby prispeli k doplneniu krvnej zásoby do Komárňanskej transfúznej stanice, ale len 16 mohli darovať krv, čo predstavovalo 8 žien a 8 mužov. Z toho bol jeden prvodarca. Ezen a napon összesen 19-en jöttek el, hogy hozzájáruljanak a transfúziós állomás vérkészletének feltöltéséhez, ám csak 16-an adhattak vért, mely szám fele-fele arányban osztott meg férfiak és nők között, közülük pedig egy személy először vett részt ezen az önkéntes akción. Miestna organizácia Slovenského Červeného kríža ako vždy aj teraz prichystala pre darcov občerstvenie a od transfúznej stanice dostali stravný lístok v hodnote 2 eur. A Vöröskereszt helyi szervezete mint mindig frissítőt is biztosított a véradóknak, akik a transfúziós állomástól pedig 2 eurós ételjegyet is kaptak. A Kábel TV-t üzemeltető Confernet cég értesíti a lakosságot, hogy a Kábel TV keretén belül már elérhető a gyors, korlátlan internet. Leegyszerűsítve egy kábelen keresztül hozzáférhetnek a tévéműsorokhoz is, és az internethez is. Az internet az újonnan rekonstruált optikai fémkábeleken keresztül juttatja el a leggyorsabban és a leggazdaságosabban a kapcsolatot Izsakösségben 6,59 € havidíjjal, az igényesebbeknek akár 30 megabit per másodperc gyorsasággal. Ne szalassz el a következő lehetőséget, azoknak pedig, akik megváltoztatják a jelenlegi bekötést és áttérnek hozzánk, az első 2 hónap ingyenes. Ne habozzon, lépjen át az optikai kábeles internetre ön is! Dňa 26. novembra bol usporiadaný už tradičný deň dôchodcov vo Veľkej sále kultúrneho domu. November 26-án, immár hagyományosan, a Kultúrház nagy termében ünnepélyes keretek között fogadták a nyugdíjasokat a nyugdíjas nap alkalmából.
Ako každý rok, aj teraz sa slávnosť konala v dvoch etapách, keďže v našej obci je evidovaných 345 obyvateľov, ktorí dovršili dôchodcovský vek. Dôchodcovia pri tejto príležitosti dostali darček od obce 13 eur. Mint minden évben az ünnepély most is két részben zajlott, mivel falunkban 345 nyugdíjas polgár tartanak számon. A nyugdíjasok a községtől ajándékot is kaptak 13 euró összegben. Dôchodcov privítala Marta Kis, ktorá oboznámila prítomných s programom. A jelenlévőket Kis Márta köszöntötte, aki továbbá ismertette az ünnepély menetét. Van úgy, hogy már csak emlék a boldogság. Múltkor a takarja jelenkorod voltál. Bevillom még néha egy-két vidám csínte. A sok ismert arcból már emlékve. V rámci kultúrneho programu s krátkou recitáciou z vlastnej tvorby vystúpila Silvia Korpášová, redaktorka Novozámockej televízie. A kultúrműsorban saját költeményével fellépett Korpás Silvia, az újvári televízió szerkesztője. Nehéz a konyhában sütni, főzni, lenni. Fájhat az emlék, hogy milyen szép volt régen. Ha esetleg is számodra, nem sütött az égen. Élni egyszerűbb volt, érdekelt a munka, minden napot terelgette minden hatódó élő. Tedd össze a kezed és imádkozz halkan. Isten lát téged is, segít, hogyha baj van. Van úgy, hogy nem hiszed, megélnék élni. Egyedül maradtál, nehéz így remélni. Fiatalságod messze, messze múlt már, s félsz a holnaptól is, hogy milyen kor hozhat rád. Ilyenkor lehet, hogy nincs már erőd menni, szemben a sok gonddal emeltőben lenni. Tedd össze a kezed és imádkozz halkan. Isten szívedben él, segít, hogyha baj van. S van úgy, hogy egy szép nap új reményt ébreszt. Nézz körül, kik a helyen itt vannak mellette. Ugyanúgy éreznek, sírnak, félnek, gyakran. De most régi szép időkre emlékeznek halkan. Ma csak örömkönnyel ragyogjon szemedben. Újra láthatod azt, ki rég ott ült mellette. Tedd össze a kezed, s köszönd meg szépen. Isten veled lévő, nagyon szeret téged. Hidd el, hogy érdemes küzdeni minden nap. Reméld, hogy szeretted, veled éved volna. Szeress újra élni az ilyen ünnepekért. Tudd, unokáid majd megkönnyeznek ezért. Bízz, mert vár holnap sok új nehézséggel. Küzd meg emelt fővel, gondval, betegséggel. Tedd össze a kezed, és imádkozz halkan. Isten nem hagyott el, segít, hogyha baj van. Tedd össze a kezed és imádkozz szépen, akkor is, ha rég nem hiszel szép tündérmesében. Tedd össze a kezed és ne kérdezz, fáj-e öregséget látni, csak halkan súg, ámen. Vystúpili aj deti z miestnej materskej školy, ako aj žiaci zo základnej školy Károlya Dömeho. Ezt követően a helyi óvodások és a Döme Károly alapiskola diákjai is bemutatták kultúrműsorukat. Pobočky, a potom rozvoňáva
Celomitje čestva kava, to sa nám už veselé, vyskakuje z jó kívánc!
A tengerhangzású égen világgá nyílnak. Köröznek fölöttünk hosszan, torkunkban életünk hosszan. Síró örökes súlyen, dalonus eljött. Háztető gerincén állnak, mint egymás figyázó százat. Csődüket hűtünk rá is, ők maradnak, én maradnak. A búcsú nekem nagyon vár. Mit üzensz nekem, szépség? Slávnostne sa prihovoril starosta našej obce István Domin, následne obdaroval jubilantov pätinkou a pamätnou listinou. Ünnepi beszédet falunk polgármestere Domin István mondott, aki megajándékozta a jubilánsokat egy szál virággal és egy emléklappal. A mi sa v určitých chvíľach zastavíme. A dnešný deň sa stretávame v mesiaci november, aby sme prejavili svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným. Kedves nyugdíjasai, tisztelt vendégek, engedjék meg, hogy bevezetőben kifejezzem hálát, hogy Izsa község, a községi hivatal, Izsa község önkormányzata, valamint a magam nevében köszönhetem és üdvözölhetem Önöket az idősek iránti tiszteletadás napja alkalmából. Az ember a világon szinte bármit képes megállítani. Minden mozdulatot, minden békétlenséget. Amit viszont képtelen megállítani vagy lelassítani, az maga az idő. Hiszen az idő múlik, ömpölyög, mint életünk folyama. Telnek a napok egyik a másik után. Múlnak az évek, és mi néhány pillanatra megtorpanunk. A mai napon is találkozunk, november hónapjában, hogy ráösztonosítsuk figyelmünket, leroljuk tiszteletünket a korábban születettek előtt. Mi pedig a mai napon szeretnénk együtt emlékezni Önökkel. Bízom benne, hogy az egyes előadások alkalmával, akár a filmvászon, megjelennek Önök előtt emlékeik egy-egy jelenete. Hiszen a gyerekkor, a felnőttkor,
szépkor, mind-mind életünk mérföldkövei. Nagyon jó szórakozást kívánok a mai naphoz, melyet nagyon nagy szeretettel készítettünk az önök számára. Nemohol chýbať ani spevácky súbor Búzavirág, ktorý spieval staré známe piesne. Nem hiányozhatott a Búzavirág énekkar sem, akik régi ismert dalokat adtak elő. Anyák s apák, családot neveltünk, jóban, rosszban, együtt élnek éltünk. Imádkozzunk, kérjük Istenünket, özvegyen is, segítsen bennünket. Mi lehet a nyugdíjas dal vége, legyen köztünk, s a világban béke. Adjon Isten még sok boldog éte, békessége, erőt, egészsége. Adjon Isten még sok boldog éte, békessége, erőt, egészsége. Ah!
kattog a vízben már, magasra szárnyadol, száz fiatal, én neked igazán. Adon a parti csónak házban, nagyon jó kedv minden nap. Úszik az ember a boldogságban, és a jó Dunam is simogat. Na hozzunk korát hosszabb lázban, és a csóktól csattan száz. Milyen szép a Dunán, egy vasárnap délután, de vidám ez a csónakház. Oly távol, messze van hazám, csak még egyszer láthatnám. Nasledujúci chvíľak Dombinej Kincer Emma recitovala. A következőkben Dombinej Kincer Emma szavalatát hallgathatták meg a jelenlévők. De fogjatok hát össze, együtt sokkal bőnök. Sokfélék vagytok, de imádok egyet. Kérjétek az Urat, óvja magatokat, boldog ki itt élek, és itt lel majd otthonra. Mutassátok meg, és óvjátok azt a sok-sok értéket, mint őseitek hagytak örökségül léknek. Köszönöm. Nasledujúcim vystupujúcim bol spevácky súbor Dündös Bokréta. Na začiatku svojho programu vystúpil Ľudovít Kuruc, potom predniesli oslavy vinobrania. A Dündös Bokréta énekkar műsorának bevezetőjében Kuruc Lajos lépett fel, majd jeleneteket mutattak be a szüreti mulatságokból. Messze sodor innen.
A párt is terve még lenne,
hatán több időt igényelne. Na konci programu recitoval József Bartalos. A kultúrműsor Bartalos József szavalatával ért véget. Jó lenne még sokat utazni, újabb helyet látogatni, halálom tetszemény után várva. Megélhetném a 83-at. Uram, te látod a világon, gyorsan jönnek a változások, ha nem sürgős, hogy magadhoz végy, esetleg lehet. És ahogy a technika halad, sok újat látni élve marad, míg olyan sok minden ide köthet. Úgy örülnék a 85-nek. Az emberiség jól sokat tehet, a világ oly csodás hely lehet, jó annak, aki itt maradhat. Nem olyan sok az a 86. Köszönjük szépen, Borzsuknak a mai fellépését, és engedjék meg, hogy nagyon kedves momentumnak tegyek még eleget. A Járási Nyugdíjas Szövetség közisfokú kitüntetéssel belerészesítette Borzsus Irénénit, és engedjék meg, hogy mi a magunk szerint mondjára tessék részletű és társadalunk ehhez a kitüntetéséhez egy pár száz virággal kérdezhetünk. V závere druhej etapy oslav na veľké prekvapenie prítomných a organizátorov pristúpila k mikrofónu Irena Kučerová, aby zaspievala pieseň, ktorú sa naučila od svojho otca. Ako povedala, jej otec túto pieseň spieval, keď niečo robil doma a ona sa ju ako malé dievčatko naučilo. Potom začala spievať ešte jednu známu pieseň, ku ktorej sa neskôr aj prítomní pripojili. Az ünnepély második részében a jelenlévők meglepetésére Kucsera Irén néni lépett a mikrofonhoz, hogy elénekeljen egy dalt, melyet még az édesapjától hallott, aki otthon, ha valamit csinált, mindig ezt énekelte, és ő, mint kislány, megtanulta. Majd belekezdett még egy dalba, melyet aztán az jelenlévők együtt énekeltek vele. Hogyha majd a végó rákot, földön futva,
Na záver boli dôchodcovia pohostení, pričom Árpád Szabó spieval známe melódie. Az ünnepély végén a nyugdíjasokat megvendégelték, miközben Szabó Árpád ismert melódiákat énekelt. Diváci, ďakujeme za vašu pozornosť, prajeme vám príjemný zvyšok dnešného večera a s novým programom sa stretneme 20. decembra. Dovidenia. Kedves nézőink, köszönjük szíves figyelmüket, köszönjük, hogy ismét velünk tartottak. Új adással december 20-án jelentkezünk majd. További kellemes estét, a viszontlátásra.